Idén több mint 50 bírságot osztott ki a megyei kormányhivatal építésügyi osztálya. A felügyeleti alapbírság 100 ezer forint, de egy-egy bírság több 100 ezer forintos nagyságrendű is lehet. Többek között ezekről a bírságokról is szó esett kedden délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztató előadásán, de az építésfelügyeleti hatóság feladatkörét és a jogszabályi változásokat is tisztázták. Ami változott alapvetően az az, hogy a jogkarbantartási kötelezettség kikerült az építésfelügyeletből. Tehát hagyományosan jelen pillanatban két olyan terület van, amit az építésfelügyelet, mint építésfelügyeleti hatóság lát el. Ez elsősorban az építési tevékenységeknek, mint kivitelezéseknek az ellenőrzése, másodrészt pedig az építésrendészeti eljárás, hogyha valahol az egyes területek szabálytalanságot tapasztalnak, tehát valamilyen szabálytalan építési tevékenységek kerülnek megállapításra vagy jut a tudomására az építés felügyeleti hatóságnak, akkor ezekben az esetekben építésrendészeti eljárásokat folytat le. A jogszabályok folyamatos változása idézi elő az egyik leggyakoribb problémát, amellyel a hatóság találkozott idén, ez pedig a jogszabály ismeret hiánya. Ezen kívül gondot okoz a kivitelezési dokumentumok elkészítése és leadása is. Az építési napló is problémaforrás, mert sokszor nincs összhangban a valós adatokkal. Az építőiparban a 2010-es évek elején a lánctartozások mértéke egyes becslések szerint a 400 milliárd forintot is meghaladta. Ezért 2013-ban létrehozták a teljesítésigazolási szakértői szervezetet azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az építőipari körbetartozások visszaszorításához. A szerv a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett független szervezetként működik. Budapesten 5 fő dolgozik, akik begyűjtik a kérelmeket, és körülbelül 200 szakértő áll rendelkezésre, hogy a felmerülő ügyeket vizsgálja. Összesen 850 kérelem érkezett be az elmúlt 4 év során, ez átlagosan havi 15-20 kérelmet jelent, hát idén is körülbelül ezt az átlagot tartjuk, tehát olyan eddig olyan 200 kérelem érkezett be. Azért azt hozzá kell tennem, hogy a kérelmek egy jelentős részét valamilyen oknál fogva vissza kell utasítanunk, vagy nem tudjuk befogadni. Itt nagyon gyakori ok az, hogy például írásban nem kötnek a felek szerződést, pedig hát ez kötelező jelleggel előírja a jogszabály, illetve hát mi is csak azokat a kérelmeket tudjuk befogadni, ahol ilyen írásos szerződés van. Nagyon gyakori a szóbeli megbízás, ezekben az ügyekben sajnos nem tudunk eljárni. Azt lehet még mondani, hogy a beadott kérelmek körülbelül egyharmada, talán nem annyi, talán valamennyivel kevesebb, már a hiánypótlási szakaszban megoldódik, tehát visszavonja a kérelmező a kérelmét, mert hát vélhetően megállapodásra jutott a másik féllel. Csermely Gyula hozzátette, az ilyen előadásokon már nem a szerv bemutatása az elsődleges feladat, hanem a tapasztalatok átadása, hiszen az elmúlt években fellendült az építőipar, és ez automatikusan hozta magával az újabb, eddig ismeretlen problémákat is.